Októbertől jóval nehezebb lesz hitelhez jutni, mint eddig. A Nemzeti Bank ugyanis szigorítja a rövidebb lejáratú jelzálog hitelek feltételeit annak érdekében, hogy kevésbé adósodjanak el az ügyfelek. A stúdióban Pogácsa Zoltán. Két témánk is van, ez az MNB döntés egyfelől, másrészt a forint árfolyama, ami szintén összefügg a különféle a hitelekkel összefüggő problémákkal. Na, ezt jól megmondtam, de szerintem mindannyian értik. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az, hogy a Nemzeti Bank megpróbálja óvni a hitelfelvevő és végletesen eladósodó családokat, az ma időszerű? Ismét belekerülünk egy adósság spirálba? Szerintem, hogyha megfordítjuk a két részét a beszélgetésnek, akkor jobban világossá válik. Kezdjük a forinttal. Szerintem a forintból lehet levezetni ezt az egész hitel problémát. Tehát ott itt ugye az elmúlt években volt egy relatíve kedvező időszak, mindenki úgy élte meg, hogy a válság, minthogyha már nem lenne, de hogy valójában ez egy látszat volt. Tehát, hogy azért nem volt válság nemzetközileg is, és Magyarországon is, mert hogy az amerikai jegybank, meg az európai jegybank az úgy kezelte a válságot, hogy egyrészt azzal stimulálta a gazdaságot, hogy nagyon alacsonyra levitte a kamatszintet, másrészt pedig mesterségesen pénzt pumpálta a gazdaságba, tehát hogy ezt majdnem úgy kell elképzelni, hogy nyomtatott pénzt, és ebből vagy a kereskedelmi bankrendszeren keresztül, vagy a vállalatok kötvényeinek a megvásárlásával élénkítette a gazdaságot. És hogy a nyomtatott pénz ne lazítsa fel a fegyelmet, hogy ne legyen óriási az infláció, ezért tartott alacsonyan a kamatot, hogy ne legyen egy nyomás. Így van. Na most ugye ez történt mondjuk Amerikában, és ugye simán megtörténhet, hogy az a pénz, amit beraknak az amerikai gazdaságban, mivel nagyon alacsony a kamatszint, ezért átármolik mondjuk Magyarországra, vagy a Magyarországhoz hasonló ilyen feltörekvő gazdaságokba, mert ott ugye egy kicsit magasabb a hozam, a kockázat is magasabb, de hát ugye azok a nagyon alacsony kamatok, hozamok Amerikában, azok nem voltak vonzóak a befektetők számára. Amíg rálunk is 0,9 már elég régóta. Most már igen, de ugye azért korábban voltak ilyen 6-7%-os kamatszintek is, és ugye az, ami jött le szépen, az egyre kevésbé tette vonzóvá Magyarországot, tehát Magyarországon a folyamatosan csökkenő kamatok és hozamok egyre kevésbé tették, és Amerikában meg most már megfordult a tendencia, tehát a Fed, az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, az most már viszi fölfelé a kamatszintet, és most már 3% pontnál tartanak, ami azt jelenti, hogy a befektetők most megint másképp gondolkodnak, tehát adott esetben kivonják már a pénzeket a hozzánk hasonló országokból. Ez látszik a forint árfolyamán is egyébként. Még egy dolog van, hogy ugye Törökország és Argentína bejött a képbe, mint két ilyen problémás ország, és hát az szerintem egy elég komoly piaci kudarc, hogy a befektetők, sok befektető szemében Magyarország, aminek azért, bár nem mondom, hogy problémamentes a magyar gazdaság, de azért a magyar gazdaság fundamentumai sokkal erősebbek, mint a török vagy az argentin gazdaságé, de valamiért mégis feltörekvő piacok címke alatt egy kalap alá vagyunk véve sokszor ezekkel az országokkal, és az ottani kockázatból egy kicsit mi is érzékelünk, és ez okozza azt, hogy egyrészt a forint árfolyama most már 3,24-eket is elér, ami ugye egy ilyen 3,10 környékén volt hosszú időn keresztül. Az a második leggyengébb árfolyama a forintnak a története során. És ugye amikor volt ennél rosszabb, akkor is csak pillanatokra volt, ugye a Brexitnél volt egy nagyon rövid időre ennél rosszabb, tehát ez egy nagyon-nagyon különleges eset volt. De várjon, most ugye van egy furcsa helyzet mégpedig az, hogy szemmel láthatóan a jegybank, a Magyar Nemzeti Bank nem óhajt az árfolyammal semmit sem tenni. Amire azt mondják, hogy hát akkor a rekordot is meg lehet dönteni, meg mehet ez 2.30 fölé, vagy 3.30 fölé minden további nélkül, mert ez az óvatos, csúszó árfolyamromlás, ez bármeddig eltarthat. Igen. Hát ilyenkor ugye azt kell mérlegelni a jegybanknak, hogy milyen távon tartja veszélyesnek az ilyen helyzeteket. Ugye a cseh jegybank és a román jegybank már lépett, tehát ők már emeltek kamatot, és azt gondolták, hogy már ezen a rövid távon is problémás ez a dolog. A lengyel jegybank és a magyar jegybank egyelőre azt kommunikálja, hogy egyelőre ez nem veszélyes, és tartják a bázisai. Azt nem tudom pontosan, hogy a lengyel jegybank az mennyire független vagy nem, de hogy ugye a magyar jegybank az nyilvánvalóan Matolcsy György, aki korábban gazdasági miniszter volt, tehát a teljesen világos, hogy a kormány és a jegybank céljai azért itt sokkal szorosabbak, de hogy ugye azért hosszabb távon
rákényszerülhet a jegybank. Tehát a kérdés az az, hogy most ez egy 1-2-3 hetes átmeneti időszak, amikor egyébként szerintem teljesen rendben van, hogy a jegybank nem lazít, hogy vagy nem szigorít, és hagyja ezt a laza politikát, mert ugye azt is látni kell, hogy azért az alacsonyabb kamatszint az pörgeti a gazdaságot, tehát hogyha rákényszerül arra, hogy kamatokat emeljen, akkor az azért lelassítja a gazdaság. Viszont mondott az elebe egy nagyon fontos félmondatot, csak megvártam, hogy befejezze a gondolatát, mert hogy azt mondja, hogy a jegybank meg a kormány. Ugye elméletileg a jegybank független. Mondja, hogy hát persze, egyrészt Varga Mihály és Matolcsy György között nyilván van együttműködés, másrészt Matolcsy György talán soha nem engedte el a kormányzati pénzügyek irányítását teljes egészében. Ez szerint a kormány érdekelt abban, hogy rossz legyen a forint árfolyam? Hát nincs egy rossz árfolyam, ugye gyenge árfolyam. Hát, legtöbben mégis úgy érezzük, hogy amikor egyre kevesebbet ér a forintunk mondjuk az euróhoz képest, az egy rossz az árfolyam. Függ, mert mondjuk ugye ami rossz az importőröknek, az jó az exportőröknek, és fordítva, tehát hogy nagyon sok szereplő van a gazdaságban. Maradjunk akkor annál gyenge. De őszintén szóval szerintem egyébként az egész jegybanki függetlenség, tehát elméletileg ugye ma már a nyugati világ nagy részében, főleg Európában a jegybankok elméletileg függetlenek a kormányoktól. Amerikában egyébként nem, tehát az amerikai jegybanknak benne van a statútumában, hogy a növekedési célkitűzés, tehát ez a kormánynak a növekedési célkitűzéseit is támogatnia kell. De a Fed nem is egy klasszikus jegybank. Nem is klasszikus jegybank. Korábban az európai jegybankoknak is egyébként volt ez a statútumában, hogy növelniük kell, hogy segíteniük kell a növekedést. Most már az van egy pár évtizede, hogy ezek a jegybankok függetlenek, de hát őszintén szólva azért mindenki tudja, hogy mivel a parlamentek nevezik ki a jegybankoknak a döntéshozó testületeit, és ott a parlamentekben ugyanaz a többség van, aki egyébként a kormányokat is megszavazza, támogatja. Ezért, ha csak nem valami időbeli csúszás van, akkor ezért sokszor megtörténhet egyébként az, hogy nem annyira függetlenek ezek a jegybankok. Mint, hogy nálunk volt időbeli csúszás. De ha van időbeli csúszás, akkor megtörténhet egyébként, hogy más korábbi parlamentek által megszavazott többség van még a jegybankban, és akkor esetleg lehet igen ilyen ellentmondás. De Magyarországon tényleg az a helyzet, amit mond, hogy hát ugye egy korábbi gazdasági miniszter, aki ráadásul a kormányfőnek a jobb keze, tehát hogy ugye nagyon erős bizalmasa a miniszterelnöknek, talán megkockáztatom, erősebb bizalmasa, mint a pénzügyminiszter. Tehát hogy nyilvánvalóan nem, senki nem titkolja igazából, hogy a Magyar Jegybank és a magyar kormány az nagyon szoros szövetségben csinál gazdaságpolitikát, persze. És a kormánynak jó a gyenge forint? Hát ugye a kormány elsődleges célja az a növekedés, és hát az alacsony infláció melletti növekedés. Ameddig az infláció alacsony, addig nyilvánvalóan az alacsony kamatokkal a növekedést tudjuk előmozdítani. Tehát, hogy a jövedelem kiáramlásról az infláció nyilván nőni fog valamennyit, mert azért az ad egy inflációs nyomást. Az is most jön majd ki a Nemzeti Banknak az inflációs jelentését, tehát érdekes lesz majd látni, hogy milyen folyamatok vannak, de például az olajár, tehát hogy az, hogy az olajár most már nem a 20 dollár környéken van, mint korábban, hanem volt egy jelentős emelkedés nemzetközileg az olajárban, az minden hol begyűrűzött egyébként például az inflációba, tehát sok minden van hatással az inflációra, akár az is, de hát még ez sem vészes, tehát azért az a 2-3% körüli infláció, ami van Magyarországon, ez még nagyon messze van attól, hogy most nagyon félni kéne, hogy nagyon elszaladna az infláció, tehát hogy ez elfogadható akkor, hogyha egyébként van egy jó növekedés a magyar gazdaságban. Tehát akkor most van egy gyenge forint, van egy alacsonyan tartott infláció, egy még alacsonyabban tartott kamat, és akkor erre jön a Magyar Nemzeti Bank, amelyik az alacsonyabb jövedelmű adósokat, vagy jövendő adósokat a saját adósság csapdájuktól óhajtja megvédeni. Igen. Azzal, hogy limitálja a felvehető összeget. Igen. Azért mondtam, hogy fordítsuk meg a dolgot, mert ugye most eljutottunk a kamatokhoz, és ugye a kamatok szintje azért az a hitelfelvétel szempontjából is nagyon fontos, tehát hogyha az emberek felvesznek hitelt, és alacsony a kamat, akkor olyan nagyon nagy probléma nem lehet belőle, de hogyha viszont nagyon magas, tehát hogyha forintban vesznek fel hitelt, és mondjuk a kamatok meg aztán emelkednek, akkor abból lehet probléma. Tehát kivéve, ha nem fix kamatozásút vesznek fel, ami ma drágább, de lehet, hogy hosszú távon olcsóbb. Persze, sokfajta konstrukció van. Azért Magyarországon alapvetően, amiből igazán válság volt, az a deviza alapú hitelezés. Tehát az igazi válság volt, az a svájci frank meg a jen alapú hitelezés jelentette Magyarországon, nem annyira a forint alapú hitelezés, de azért azt gondolom, hogy az egy elővigyázatos lépés egy kormányzat szempontjából, hogyha mondjuk megpróbálja
megakadályozni azt, hogy jelentős társadalmi csoportok eladósodjanak. Azon lehet vitatkozni természetesen, hogy ezt hol érdemes beavatkozni, mennyire itt kell most még, ez nagyon-nagyon szigorú és strikt előrejelzésnek tűnik nekem, de hogy megtanultuk azért Magyarországon az elmúlt egy évtizedből azt, hogy az azért azt gondolom, hogy elővigyázatos lépés, hogyha nem engedjük el. Azt mondja, hogy szigorú, ez egy nagyon szigorú döntés? Mondjuk a nemzetközi összevetésben, hogyha vizsgáljuk azt, hogy hol húzták meg a határokat, akkor kemény döntés? Én azt gondolom, hogy igen, ez most egy kifejezetten kemény. Ugye az történik itt, hogy 25%-áig lehet eladósodnia annak az adósnak, aki 400 ezer forint alatti jövedelmet ér el. Bizonyos esetekben 30%-ig engedik, és az 5 évnél hosszabb esetekben ez aztán nőhet 35-40%-ra. Ha nemzetközileg kitekintünk, akkor ennél sokkal eladósodottabb országok vannak. Tehát ugye például mondok egy összevetést, mondjuk a jelzálog hitelek piaca, ugye tudjuk Amerikában a jelzálog hitelezésből jött 2008-ban a nagy válság, ott is már visszatért ez a probléma, de Nyugat-Európa nagy részén is egyébként, Ausztria, Skandinávia, Hollandia, ilyen országokban ma igen komoly kockázata van annak, hogy egy elszállók hitelválság lesz, mert hogy olyan szinten vannak megint a lakásárak, az ingatlanárak, és olyan szinten megint elindult ez a elszállók hitelezős játék, hogy komoly kockázata van annak, hogy ebből válság. Ha jól értem, amit mond, akkor igazából ez nem nekünk szól, de legfeljebb majd azokat sújtja, akik emiatt kiesnek a hitelezés lehetőségéből, hanem leginkább azokat a kereskedelmi bankokat, amelyek ész nélkül elkezdtek megint hiteleket kiadni. A kereskedelmi bankokat, és ezen keresztül a teljes makrogazdaságot természetesen, tehát hogyha azért a kereskedelmi bankok bajba kerülnek, a háztartások bajba kerülnek, akkor abból aztán az komplet magyar makrogazdaság. Hát hiszen ezt láttuk. És ezt láttuk például, igen. Tehát ugye az, hogy az államnak kellett megmentenie a svájci frankos hiteleseket, vagy mondjuk az Egyesült Államokban az tudja, állam... Tudja, hányan mondták most a tévé alatt, hogy csodát mentette meg. Hát azért csináltam idézőjelet a kezemmel. Vagy hogy mondjuk az Egyesült Államokban a kormánynak kellett megmentenie a bankokat, ez azt mutatja, hogy azért az jó, ha az állam vigyáz erre. Az, hogy forintban adósodik el ma a lakosság, és nem devizában, az nem ad védettséget? Vagy sokkal nagyobb védettséget? Hát attól függ természetesen, hogy hogyan alakul a forintnak a mondjuk a kamatszintje, meg hogy milyen konstrukciókban vesznek fel hitel. Hát de annyira durván nem változhat, mint a devizahitelesek. Ezt akartam mondani, hogy azért azt szerintem egy nagyon pozitív folyamat, hogy a magyar társadalom megtanulta azt, amit a nyugati társadalmak már korábban tudtak, hogy hát a devizahitelezésnek is van kockázata, nevezetesen az árfolyam kockázat. Ezt mondjuk nyugat-európai családok generációról generációra átadták, és ők nem sétáltak volna bele egy olyan devizahitelezési csapdába, mint a rendszerváltás után egy kicsit naív magyar családok, de azt gondolom, hogy ezt most már Magyarországon is tudják, hogy ez... Azzal egyetért, azzal a vélekedés, hogy ezeket a kicsit naív magyar családokat nem egyáltalán nem naív kereskedelmi bankok húzták be részben a csőbe? Hát szerintem igazából ugye az volt a helyzet, hogy nagyon magas volt a magyar forint alapú hiteleknek a kamatszintje. Tehát hogyha összehasonlította az ember, hogy mondjuk fölvett az időtájt, voltak ilyen 10% körüli forint alapú hitelek, és ugye a devizahiteleknek a kamatszintje sokkal alacsonyabb volt, és az időtájt mindenki azt kommunikálta az egyébként tényleg naív magyar családok felé, hogy nem sokára eurónk lesz. Ezt mondta a Gyurcsány kormány, ezt mondta az Európai Bizottság, amikor elfogadta a Gyurcsány kormánynak a konvergencia tervét. Tehát ha a magyar kormány is azt mondja, a jegybank is azt mondja, és egyébként az Európai Bizottság is elfogadja, hogy 2 éven belül ezzel a konvergencia tervvel, ami egy nevetséges konvergencia terv volt, vízidíj meg ilyenek, hogy ezzel euró lesz Magyarországon, akkor azt gondolom, hogy a politikának is óriási felelőssége van abba, hogy a hétköznapi emberek számára azt sugallta, hogy árfolyam kockázat itt nem nagyon lesz, vegyetek fel nyugodtan alacsonyabb kamatszinttel deviza alapú hiteleket, és akkor nem kell ezekkel a magasabb forint alapú. Tehát, hogy itt mindenkinek megvan a maga felelőssége, azt gondolom, abban a történetben. Na hát erre reagál most a Nemzeti Bank, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő, ha jól értem a szavait, támogatóan. Kicsit szigorúnak tartom, kicsit korainak, de az, hogy figyelnek erre, azt szerintem jó és prudens dolog. Polgárcsa Zoltán, köszönöm szépen. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!